MLM-ről őszintén, tények és tévhitek a hálózatépítéssel kapcsolatban. Bevezetésként nézzük meg röviden, hogyan jut el a termék a gyártótól a fogyasztóig. Legismertebb formája a hagyományos kereskedelem. Az áru a termelőtől a nagykereskedőkhöz, onnan a kiskereskedőkhöz a boltok polcaira kerül. Szépen csomagolják, hogy vonzó legyen. A folyamat során szállítani kell, elosztani, raktározni és főleg reklámozni kell, hogy egyáltalán tudjanak róla, keressék a vásárlók. A tévéreklámok, újsághirdetések, óriás plakátok, prospektusok sokba kerülnek, és ezeket a költségeket mind beépítik a termék árába. Ezért van az, hogyha veszel valamit az üzletben 1000 forintért, abból 2-300 forintot fizettél a konkrét áruért, maradék 200 forint pedig az a költség, amiért megismertették veled és eljutatták hozzád. Egy másik lehetőség a direkt értékesítés. Ebben az esetben az értékesítők megvásárolják a terméket a gyártótól, és közvetlenül a vevőkhöz juttatják el. Az egyik klasszikus formája ennek a porszívó ügynök, aki becsönget és megpróbálja eladni neked a terméket. Itthon a biztosításokat, pénzügyi befektetéseket értékesítik ezen a módon. De tulajdonképpen így működik a teleshop is, ahol a házaló ügynök helyett a tévés kereskedő ad el neked, és a megrendelt áru postán jut el hozzád. Az 1000 forintos példánál maradva ebben az esetben ebből 350-400 forint lesz a gyártócégé, a maradék kb. 600 forint az ügynöknek közvetítőnek jár a munkájáért. A harmadik lehetőség a hálózatépítés vagy multilevel marketing, röviden MLM. Az angol kifejezést többszintű értékesítésnek lehetne fordítani. Az MLM-ben a terjesztők maguk is használják, fogyasztják a termékeket, és tovább ajánlják barátaiknak, ismerőseiknek. Ezzel a módszerrel történik a reklámozás, terjesztés. Nem kellenek üzletek, nincsenek kereskedők, közvetítők, a fogyasztók az ajánlás útján maguk válnak a termékek terjesztőivé. Ezt a személyes reklámozást bónusszal vagy jutalékkal honorálják az üzletépítőknek. Minél több emberrel ismerteti meg valaki a termékeket, annál több bónuszt kap. Ha az új vásárlók is elégedettek és tovább ajánlják, az eredeti ajánló az általuk meghívott fogyasztók vásárlásaiból származó profitból is részesülnek, ezért hívják többszintű értékesítésnek. Mivel ez egy nagyon hatékony módja a terjesztésnek, egyre inkább hódít világszerte. Az MLM nem pilótajáték. A hálózatépítést gyakran tévesztik össze a piramis vagy pilótajátékkal, ami egy előre kitervelt csalás. Ez a keveredés azért van, mert a felépítésük hasonlít egymásra, de van egy lényeges különbség. A baloldali ábrán láthatod, hogy egy klasszikus MLM hálózat rajza hasonlít a piramishoz. De a jobboldali ábrán is egy piramis láthatunk, pedig az egy hagyományos munkahelyi struktúra képe. A legfontosabb különbség az, hogy az illegális pilótajátékban nincs termék, hanem az új belépők által befizetett magas belépti díjakból történik a régi tagok részére a kifizetés. Ez oda vezet, hogy akik az elején csatlakoznak, jól járnak, mert ők a többszörösét visszakapják a pénzüknek. De akik a piramis alján vannak, már nem tudnak új tagokat beszervezni, ezért elbukják a befizetett kezdőösszeget. Ezzel szemben az MLM-nél alacsony a belépési díj, ezt nem is osztják vissza a régi tagoknak. Terméket vagy szolgáltatást kapsz a pénzedért. Csak akkor működik jól a rendszer, és van belőle az ajánlóknak jövedelme is, ha a termékeket fogyasztják és a vásárlók elégedettek. Tehát az MLM a magas minőségű termékeket előállító cégek értékesítési módszere, valós bevételből fizet jutalékot. Ezért nem dől össze egy idő múlva, mint a nagy és gyors haszonnal kecsegtető, megtévesztésen alapuló pilótajátékok. Reklám akár milliókért. Szeretnél milliókat keresni reklámozással, mint például George Clooney? Az MLM-ben végzett munka tulajdonképpen felfogható reklámozásként is. Olyan reklám, amiért neked fizetnek, de csak akkor, ha célba is ért, tehát vásárlást generál. Ha sikerülne annyi embernek felkelteni az érdeklődését és vásárlásra bírni, mint egy híres sportolónak vagy színésznek, akkor akár te is kereshetsz annyit ezzel, mint amennyit egy sztár kap egy reklámfilmért. Tényleg. A jó hír az, hogy szerencsére neked nem kell egyedül sok-sok embert megszólítanod, hanem a már belépett munkatársaid is segítenek a terjesztésben, és sok kicsi sokra megy. Nem a barátaidon gazdagodsz meg, épp ellenkezőleg segíthetsz nekik is meggazdagodni. Néhányan azzal érvelnek, hogy ők nem akarnak a barátaikon meggazdagodni. Erre azt tudom mondani, hogy ez egy félreértés.
Az MLM cég döntött úgy, hogy nem tévéreklámokra, óriás plakátokra költ milliókat, hanem a marketingre szánt pénzt a terjesztőinek adja oda. Tehát tekints a jutalékodra úgy, hogy nem a barátaidon keresel, ha ajánlod nekik a termékeket és megvásárolják, hanem a cég honorálja neked a reklámozást. Egy tőkeerős, multinacionális cég egy silányabb termékből is jóval többet tud eladni, csak azért, mert rengeteget költ a reklámjára. A kisebb cégek stratégiája erre a helyzetre a hálózatépítés. Az MLM-ben tőled függ, mennyi lesz a fizetésed. Menjünk vissza még egy pillanatra az előző ábrára. Egy hagyományos vállalati felépítésben a munkavállaló felülről kapja az utasításokat, amelyeket többnyire egyedül kell megvalósítania. Ha kétszer olyan eredményesen dolgozik, sem neki, sem pedig a főnökeinek a fizetése nem fog a duplájára emelkedni. Az MLM-ben ellenben a felette lévő szponzorának elemi érdeke, hogy mindenben segítse, mert mindkettejük jövedelme csak így emelkedik. Ha kétszer olyan eredményes vagy egy MLM rendszerben, a jutalékod is a kétszeresére emelkedik. A határ pedig a csillagos ég. Itt nincs kereseti plafon, mint egy hagyományos munkahelyen. Az MLM rendszer nagy előnye, hogy kis befektetéssel el lehet kezdeni, és nem kell feladni a főállásunkat, mellékállásban is végezhető. A szponzorálás nem tévesztendő össze a toborzással. Nem csak beléptetni akarjuk az új tagokat, hanem felelősséget is vállalunk érte. Vállaljuk azt, hogy megtanítjuk neki mindazt, amit mi magunk már tudunk az üzletről. A szponzorálás az, ami az MLM üzleted növekedését elindítja. Azzal, hogy mások is csatlakoznak hozzád, és te szponzorálod, segíted őket, te magad is elindulsz afelé, hogy anyagilag függetlenné válj. Az MLM nem az eladásról szól, hanem a hálózatépítésről. Nézzük meg Domfa Illa első szalvéta bemutatóját. Ez rávilágít arra, hogy miért nem eladásról beszélünk az MLM-ben, hanem ajánlásról. Kiderül, hogy miért sokkal eredményesebb a hálózatépítés, mint a direkt értékesítés. Tételezzük fel, hogy szponzorálsz két embert, és megtanítod nekik, hogy ők is két-két embert szponzoráljanak. Ez már négy ember. Ha tovább haladunk lefelé a további szintekre, ez 8, majd 16 embert jelent. De nézzük meg a jobb oldali ábrán, hogy mi történik, ha nem kettő, hanem három ember szponzorálunk, és ők is mindannyian három új ember szponzorálnak. Ez már összesen 9 új ember. Ha tovább haladunk lefelé, akkor 27, majd 81 embert találunk ezeken a szinteken. Tehát a 16 embert kell összehasonlítanunk a 81-jel. Jelentős különbség. Pedig valójában csupán egyel több embert szponzoráltunk, és ennek a negyedik szinten már ekkora a hatása. Plusz 65 ember, plusz 65 új termékfogyasztó. Ha a példa kedvéért megnézzük, hogy mi is történik, ha 4-et, illetve 5-öt szponzorálunk, igazán megdöbbentő számok jönnek ki. Ha 5 embert szponzorálunk, és megtanítjuk nekik, hogy ők is 5 komoly embert szponzoráljanak, a negyedik mélységbe lejutva a teljes hálózatunk 780 embert számlál. Ha ezek az emberek csak a saját használatukra vásárolnak terméket, ez bármelyik MLM hálózatban már komoly jutalékot jelent a számukra. Ezért mondom, hogy egy MLM rendszerben nem eladni kell a termékeket, hanem csak ajánlani az ismerőseidnek, és belőlük egy hálózatot kell építeni. Ugyanis a termékeknek áramolniuk kell, anélkül nincs jutalék. Senkinek nincs szüksége 5-nél több komoly emberre a frontvonalában. Igaz, hogy ahhoz, hogy legyen 5 komoly emberünk, szükségünk van 15-20 szponzorátra. Nem mindenki akar hálózatot építeni, nem mindenki ismeri fel ennek a rendszernek a lehetőségeit. De ugye te már kezded érteni. Ha azt gondolod, hogy nem tudsz találni még 5 embert sem, aki üzletépítőként csatlakozna hozzád, hadd mutassak be egy érdekes elméletet. Az egyetlen egy ereje. Vedd szemügyre ezt a táblázatot. Azt mutatja, hogy ha havonta csupán egyetlen egy új embert tudsz szponzorálni, és minden embered képes ugyanerre, akkor egy év elteltével 12 munkatársad lesz a frontvonaladban, de 4095 fő fogja alkotni a hálózatodat. A mi cégünknél egy 4000 fős hálózat havi forgalma után 2 millió forint felett van a jutalék. Az MLM-ben bárki sikeres vezetővé válhat. Most elmondom, hogy mi a 4 kötelező tennivaló a hálózatépítésben. Minden sikeres MLM vezető úgy vált eredményessé, hogy ezeket tette. A jobb érthetőség kedvéért egy autós hasonlattal magyarázom el, így jobban is fogsz rájuk emlékezni. Képzeld el, hogy autós kirándulásra indulsz.
Először is el kell indulnod. Ha ezt nem teszed, nem jutsz el sehová. Be kell szállnod az üzletbe, másképp nem lehetsz benne sikeres. A következő feladatod, hogy tankold meg a járművedet. Üzemanyag nélkül nem jutsz messzire. Tehát fogyasztanod kell a céged termékeit, különben nem vagy hiteles. Hogy ajánlasz úgy valamit, ha te magad nem fogyasztod? Az a multilevel marketing cég működik a legjobban, amelynek a termékei időről időre elfogynak. Tehát a céged termékeit neked magadnak is használnod kell. Ne feledd, hogy az MLM-ben csak abból van bevételed, ha a termékek áramolnak a gyártótól a fogyasztók felé. A harmadik feladatod, hogy magasabb sebességfokozatba kapcsolj. Különben nagyon sokára éred el a célodat. Vigyázat, ez a jármű nem automata. Ha egyes fokozatba akarsz kapcsolni, szponzorálnod kell valakit, és el kell kezdened magadat képezni. Minél több ember van már a hálózatodban, és minél többet tanultál meg az eredményes hálózatépítésről, annál magasabb fokozatban vagy, annál gyorsabban mész. A negyedik feladatod pedig, hogy miközben haladsz az autóddal a célod felé, ajáld a termékeket a barátaidnak. Ha megismerik őket, tapasztalják jó hatásukat, és tudni szeretnék, hogy ezeket hol lehet beszerezni, akkor ellátod őket velük. A mi cégünknél igen hatékony eszközök segítik ezt, minden tag kap saját profi weboldalt webáruházzal. Így a vásárlóidat úgy tudod termékekkel ellátni, hogy fel sem kell állnod a fotelból. Az MLM egy szakma, ezt is tanulni kell. Gyakori eset, hogy valaki belép egy MLM üzletbe, és azt gondolja, hogy ő ezzel már mindent megtett, és abban bízik, hogy majd csak történni fog vele valami. Nem így van. Az autónak nincs automata sebességváltója. Sok embert ismerek, bizonyára te is, akik évekig jártak egyetemre, és tanultak szorgalmasan, hogy a kívánt képesítést megszerezzék. Talán te is egy vagy közülük. És az egyetem elvégzése után vajon mennyit tudsz keresni? El tudsz egyáltalán helyezkedni a tanult szakmádban? Az MLM olyan lehetőséget kínál neked, hogy heti néhány óra tanulással és hálózatépítéssel hamar csinos jövedelmed lehet. 3-4 éven belül pedig már annyi pénzt kereshetsz, hogy azzal foglalkozhatsz, amivel csak akarsz, anélkül, hogy oda kellene figyelned a kiadásaidra. De ne szaladjunk ennyire előre. Amikor belépsz egy MLM rendszerbe, ne légy türelmetlen. A hálózatépítés nem lóverseny, inkább olyan, mint diófát ültetni. Lassan kezd növekedni, de idővel bőségesen terem. Az első 2-6 hetet csak edzésnek tekintsd, utána leszel kezdő. Hónapok tanulása, tapasztalatai kellenek ahhoz, hogy az MLM egyetemet kiárd. Nagy előnye viszont, hogy itt nem kell addig várnod a jövedelemre, amíg minden teljesen elsajátítasz, már tanulás közben is keresel, és egyre többet. A hálózatépítés hasonlítható egy toronyház építésére. Először az alapot kell megásni, méghozzá nem is kicsit. És eleinte bizony csak egyedül ásol. Később már, mikor csatlakoztak hozzád néhányan, mondhatjuk úgy, hogy áttértél a markológépre. De még mindig nem látszik ki a gödörből semmi. Idővel már egész komoly földmunkagép segíti a munkádat, és lehet, hogy ekkor már megjelenik a föld felett az épület lábazata. Légy türelmes. Ahogy nő a csapatod, úgy fog egyre gyorsabban haladni az építkezés. Ha céltudatos vagy és kitartó, és megtanítod használni a módszereket, eszközöket a munkatársaidnak, idővel szilárd alapokon nyugvó nagy hálózatot építhetsz, ami elhozza számodra is az anyagi függetlenséget.